A kutyás etiket szabályaiba vezeti be az oktató azokat a gazdákat, akik ellátogattak arra az ingyenesen igénybe vehető alkalomra, melyet a nyíregyházi önkormányzat biztosít a lakosoknak annak érdekében, hogy azok megismerhessék és elsajátíthassák a közös együttélés alapjait a négylábúakkal. Úgy gondoljuk, hogy valamennyire már egy egész jó progressziót mutat nekünk ez a gazdik hozzáállása. Talán onnantól, hogy egyre több kutyaiskola elérhető, és már a kutyaiskolákban is az a célunk, hogy az ilyen általános etikettet elmagyarázzuk, megmutassuk és tanítsuk a gazdiknak, hogyha eljönnek egy ilyen kutyás parkba, akkor hogyan érdemes ott viselkedni, hogyan ismerkedjenek, hogyan válasszák meg, hogy jó lesz-e az a kutyusoknak, egyáltalán alkalmas-e a kutyájuk arra, hogy ilyen parkokba járjanak, és hogyha nem, akkor meg igenis egy kutyaiskolát vagy egy trénert, azt meg kell keresni, hogy tudjanak ebben segíteni. Tehát összességében azt látom, hogy alakul, jó az irány, de talán nagyon fontos lenne, hogy ott kezdjék a gazdik is a kutyatartást, hogy először képben legyenek az, hogy miről szól a kutyatartás, mire van szüksége egy kutyának, főleg a mai családi kutyáknak ilyen városi környezetben. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Nyíregyháza vezetése hosszú ideje azon dolgozik, hogy méltó legyen az állatbarát önkormányzat címre. Egyre több állatbarát programot szerveznek és igyekeznek úgy alakítani a városi infrastruktúrát, hogy a kutyások is minőségi módon tudják eltölteni kedvencükkel a rendelkezésre álló szabadidőt. Ebben segít például egy májusra elkészülő állatbarát térkép vagy egy kutyás tó kialakítása a meleg nyári napokra. Kormány biztos úr támogatásával egy újabb kutyafuttatót tudunk létrehozni még nyárig, és hát azon kívül a retrobuszon szervezünk két gyűjtést évente az állattartók számára. Van tervünk az, hogy nyárra egy kutyató jöjjön létre, hogy a meleg időben tudjuk, milyen meleg nyarak vannak mostanában. De hát ezen kívül is az állatkertet is említeném, ott ugye másként, de nagyon komoly fajmentési program folyik, folyamatosan fejlesztjük, az állatkertet is van kapcsolat, és hát például a polgármesteri hivatal dolgozói gyerekeinek egy kutya barátnapot is szervezünk, mert fontos az, hogy a gyerekek így nőjenek fel. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is akad bőven tennivaló, ami az állatvédelmet illeti, mondta el Ovádi Péter. A kormánybiztos többször kiemelte beszédében a civil szervezetek fontosságát, akik rengeteget tesznek az állatvédelmi helyzet javulásáért, az otthontalan állatokért. Minden vármegyében más-más kívással kell szembesülni az állatvédelemnek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy ebben a vármegyében is a kóborállatállomány az elég magas, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy felhívjuk a felelős állattartásra a figyelmet. Az ivartanítási programra minél több, ha lehet így mondani, minél több pénzt és eszközt szánjunk, hiszen a kóborállatállomány csökkentése egyedül az ivartanítási program kiszélesítésével lehetséges. És amit el tudok mondani, az nagyon fontos az, hogy az állatvédelemért közösen tegyünk. Tehát az, hogy csapatban dolgozunk együtt. Nekünk szükségünk van az önkormányzatok odafigyelésére, hiszen a jegyző is ugye állatvédelmi hatóság. Szükségünk van a kormányhivatal részére is az ellenőrzés szempontjából, de nagyon szükségünk van a civil szervezetekre is, hiszen ez a hármas tudja adni az, hogy jól működjön az állatvédelem, és azokon a településeken, ahol a városvezetők, kisebb településvezetők úgy gondolják, hogy ez egy fontos téma. Én azt látom, hogy ott el is indult. Nagyon fontos az, hogy a rendőrséggel is jól tudjunk együttműködni, felhívjuk a figyelmet az esetleges állatkínzásokra, és nagyon fontos az is, hogy az állatkínzásnak legyen következménye. A nyíregyháza.hu oldalon a Kutyáz Nyíregyháza menüpont alatt elérhető azoknak az ingyenes kutyasuli időpontoknak az ideje és címe, ahol a gazdák találkozhatnak a kutyatrénerrel és lefektethetik az ökkenőmentesebb kutyás mindennapok alapjait.